Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás október 7-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai, tervei. Itt ez a kártya mutatja, ez a kulcs mutatja, hogy kezébe veszi a dolgokat, magabiztos, valamit lezár, mert ezzel a kulcssal ezt az ajtót le lehet zárni, ez utalhat a múltra, de ezzel a kulcssal egy ajtót ki lehet nyitni, és az egy új kezdet. Milyenek az érzelmei? Itt minden a feje tetejére állt, és ő úgy érzi, elveszíti a talajt a lába alól, nagyon bizonytalan, de neki most másképp kellene nézni a dolgokat, mert ha én ezt a kártyát megfordítom, akkor az másképp néz ki. Ez mutatja könnyűséget. És a harmadik kérdés az volt, mit közöl veletek? Itt ez a lovas irányít valamit, de ez mehet ebbe az irányba, vagy abba az irányba. Itt ő most fontos döntéseket fog hozni. A napi csokis kártya egy új kezdetre utal. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást álnéven, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!